Köszöntöm a hitélet nézőit. 25 év telt el azóta, hogy nem kell szőnyeg alá söpörni szociális problémáinkat, sokkal inkább foglalkozni kell velük, megoldani azokat. 25 éve tekinti küldetésének a szeretett szolgálatot, a karitatív lelkület terjesztését és a szociális esélyegyenlőség előmozdítását a gyulafehérvári Caritas. A közhasznú non-profit szervezet idén újabb állami támogatástól esett el. Kihasználva a téli bekukkantó adta lehetőséget, meglátogattuk őket. Arra voltunk kíváncsiak, hogyan látják az elmúlt időszakot, milyen tervekkel, célokkal futnak neki az új évnek. Kúszómászó babák látványa fogadott bennünket a gyulafehérvári Caritas korai nevelő és fejlesztő központjában. Két teremben válogathattak a kicsik kedvükre a különböző ügyességüket fejlesztő játékok között. Évente kétszer rendezzük meg ezt a nyílt tevékenységet, tehát úgy többnyire évelején és évközepén, szeptember környékén szoktak a második alkalmat megrendezni, és elsődleges céljuk főleg az, hogy azoknak a személyeknek felkínálni a lehetőséget, hogy bekukkantsanak a programinkban, akik amúgy nem ismerik, nem járnak bent a rendszeres tevékenységeinkre. És arra kérdése válaszolva, hogy hova jutottunk el, hát a maga foglalkozásuk, ugye a kezdetén 2008-ban egy csoporttal indultunk, és most 250 személy van nyilvántartásunkban, hogy rendszeresen járnak tevékenységeinkre. Mai nap a nagy teremben a nagy mozgásokat kínáljuk fel lehetőségként a gyerekeknek, a kicsi terem pedig kézügyességi tevékenységeink vannak, kézműves tevékenységeket kínáltunk fel, gyurmázás, rajzolás, és ennek kapcsán tapasztalhatnak meg érdekes dolgokat a gyermekek. Tehát én anyaként is bejártam, és tapasztaltam ennek a jótékony hatását, hogy megbeszélhettem a csoporttársak anyukáival, hogy na most éppen melyik téma foglalkoztat engem, meg hogy kaptam ötleteket. Tehát én is kaptam ötleteket anyaként, hogy mi az, amit tehetek egy bizonyos korosztályban a gyerekemmel. Tehát melyik az a tapasztalat, amit felkínálhatok neki, vagy éppen a színtanulási lehetőség volt egy ilyen tapasztalat, hogy egy csoporttársam ismertet, egy korosztály a fiammal, és ismerték a színeket, és hoppá, ezt felkínálhatom neki. Mi 3 éve kezdtünk el járni ide a Csepp-Eredőbe, ismerősöktől hallottunk erről a helyről, és mindenképpen fontosnak tartottam, hogy a gyerek még kisebb korától vele egy korabb társaságában legyen, tehát az óvodás időszak előtt. Nagyon jó tevékenységekkel találkoztunk a kezdetektől fogva, és úgy vettem észre, hogy ez a gyereknek is úgymond bejön. És most már lassan kinőttük, mert 3 évesek elmúltunk, úgyhogy most már az ős időszak következett. És mindenképpen egy olyan gyermeknek a úgy vélem én, aki ide jár, az az óvis időszak is könnyebben, az első időszak is könnyebben fog majd sikerülni a beilleszkedés, a szocializálódás, és a játszás. Saját szempontokból, hiszen ez egy zártabb időszak, sokkal inkább ti ketten össze vagytok kötve, és a külvilágtól bármennyit is mentek ki, azért játszótér, otthon, egy elszigetelt korszak ez az életetekben, nem? Úgy vélem, hogy igen, és épp ezért tartottam fontosnak, hogy ide járjunk. Csak nekem az volt a problémám, hogy egyszer egy héten azt úgy vértük, hogy túl kevés. Mi eljöttünk volna szívesen többször is egy héten, de hát itt ilyen a program. Barátságok, vagy ha nem is barátságok, szorosabb kapcsolatok anyukák között alakulnak-e itt ki? Anyukák között is, és gyerekek között is, ezt biztosan mondhatom. És a pedagógusok... anyukapedagógus, és tanácsokat is kaphatunk, illetve meg is beszélhetünk a bizonyos erre korszakra jellemző anya-gyermek viszonyú problémákat. Ludeser László ágazati igazgatót is megkerestük, hogy az elmúlt évek megvalósításairól kérdezzük. 25 éves idén a Caritas.
Az évkezdés az állami megvonással mondhatni nem a legpozitívabban indult, mégis mindnyájatok arcán azt látom, hogy nem adjátok fel, hogy bizakodók vagytok, hogy a cseperedő tele van kisbabákkal és mosolygó anyukákkal, sőt a munkatársaitok is ugyanúgy mosolyognak, mint eddig. Mi a titka a Caritasnak? Milyen terveitek, milyen jövőképetek van, és főként 25 év távlatából is mi ad erőt nektek, hogy mindezt csináljátok, természetesen értünk. 25 év egy ünnep számunkra, tehát hogy 25 évesek lettünk, ami egy emberöltőnek számít. Azt hiszem, hogy a munkatársainknak, az egész szervezetnek erőt ad ez az elmúlt 25 év. Erőt ad, mert bizonyítja azt, hogy igenis lehetséges, igenis meg lehet valósítani nagyon szép dolgokat, és ezek a dolgok elsődlegesen magunkból kell induljanak, a mi ötleteink, a mi elképzeléseink, és a Jóisten áldásával, kegyelmével és nagyon sok partnerünknek a segítségével, közreműködésével tud egészé, teljessé válni. 1990-ben hozta létre Jakab Antal püspökünk a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Caritas. Első intézkedései között volt az, hogy megalakítsa a szervezetünket. Tudjuk azt, hogy a kommunizmusban a szociális problémák szőnyeg alá voltak seperve, nem lehetett erről beszélni, és az egyházunknak egyik elsődleges feladata szociálisan aktív lenni, társadalomba szerepet vállalni, és a hitet, a szeretetet cselekvővé tenni. És ezért volt az, hogy első lépésként létrejött az intézményes Caritas. Eleinte egy részmunkaidős, egy munkatársa működött, és immár 25 év alatt 600-nál több munkatársunk, 500 önkéntesünk, több mint 30 ezer ellátottunk van. És azt hiszem, hogy ezek a néhány számadat, ez a 25 év az, ami bizonyítja azt, hogy nem hiába való, megéri küzdeni, megéri néha, mint lásd, szubvenció megvonás, ilyen mondjam, galuskákat is lenyelni, azért, mert nem az államért cselekszünk, nem a hivatalos elismerésekért cselekszünk, hanem azért, mert értelme van munkánknak, és emberek, sok ezer ember teljesébbé, egészébbé válik ezen munka által. Otthoni beteggondozókat felcsíki falvakba kísértünk el. Több mint 5 éve, hogy gyarnok naponta, minden nap jönnek illedelmesen kötözni. Ezt nem lehet elmondani, hogy ez mekkora segítség. Gyógyik csak a lábamot, hogy tudjak legalább féljelni, neki az agyba feküdjek. A Caritas küldetése a szeretetszolgálat. Az ápolók, asszisztensek ott vannak, ahol segíteni kell. Csíkszéken most már 25 éve annak, hogy a Caritas elkezdte működését. Mi területileg két részre osztottuk, Alcsík és Félcsík, amiben úgy van, hogy Csíkszeredától Tusnádig az az alcsíki csapat, terület, és Csicsótól Balánbánya, Ódalcsík, Szent Mihály, szép víz és gyímes, egészen középlokig, az a felcsiki csapat, felcsiki régió. Igen. Köszönjük, jól vagyunk, haluk. És köszönjük, hogy ez jó. 25 önkormányzattal vagyunk szerződésben. Ehhez 55 település tartozik. Az 55 települést 50 személy látja el hétköznap, vasárnap és ünnepnap egyaránt. Én most 4 éve dolgozom itt a Caritasnál, és azért választottam, mert szeretem. És ahogy az iskolát elvégeztem, úgy rá egy évre volt egy szabadhely, arra jelentkeztem. Most jó? Ahhoz képest minden szokott lenni? Hát valóban nem könnyű ez a munka, és igaz, hogy a szükség közelről látszik. Már vannak olyan betegek, akikről nem is gondolnak, hogy milyen helyzetben vannak, vagy mi az, amit tudunk segíteni. Hát reggel indulunk injekciózni, elrendezik a penénka cseréket betegeknél, és
úgy folyamatosan csináljuk a többit, a kötözéseket, vérnyomásmérések. Az asszisztensek gyakran családtagok lesznek egy-egy családban, ahová hosszabb időn át járnak. Előfordul olyan eset is, amikor a betegek aggódnak értük, és ők kérdezik, hogy valami baj van. A törődés és az odafigyelés kölcsönös. Én amikor kezdtem dolgozni előre, az első évben volt egy daganatos betegünk, és súlyos, ahhoz minden nap jártunk. Minden nap, amikor bementünk az ajtón, azt mondta, hogy megjött az én angyolkám. Van, akihez öt, de olyan eset is van, hogy már 10 éve hetente elmennek a karitásos asszisztensek. Hát a karitásosok körülbelül, legalább gondolom, hogy 10 éve van. És hogy miért jó, mert hetente jönnek. És ők jönnek, ha inekciót kell adni, akkor beadják. Egyébre még nem kellett, hála Istennek, aztán. Hóban, fagyban mennek, és szeretettel közelednek a betegekhez, gyógyítják testileg, lelkileg azokat, akikért felelősek. Hát vigadnak, rendesen inekciózzak, szavokkal gyógyítsak, ugye, mert a karhogyosnak készül, és jól esik. Elég nehéz ez a munka, a lelkileg is, de van, amikor megtárhál. A Caritas keretén belül nagyon sok ágazat működik, mint családsegítő szolgálat, fogyatékkal élők segítése, függőségekkel küzdők segítése, valamint az otthoni betegápolás. Az otthoni beteggondozás az, amelyik mostanra a legjobban kinőtte magát, a legnagyobb igény és a legnagyobb lefedettség ellátott van. Azt gondolom, hogy az embereknek teljesen más ez az ellátás rendszer, mivel hogy családjukba, otthonukba maradhat, és oda megy a segítség. Nagyon jó. Hát mi, amit a betegnek biztosítunk, ez kötszerek, tehát azt nem kell a beteg megvegye, maximum a kenőcsököt, kötszereket, azt így előre csomagolt steril kötszerekkel dolgozunk, és azt mi vigyük, vagy a pelenkacsere esetén is, a pelenkát, amit mi félteszünk, azt mi vigyük. Fontos és nagy segítség a családoknak az a hozzáállás, ahogyan az ápolók nap mint nap szeretteikhez közelednek, ápolják és gyógyítják őket. Biztosítják a kötözéshez szükséges kellékeket is. 3 gyermek édesanyjaként elég sokat dolgozok, és nem sok időt tudok vele tölteni, tehát ez a kötözés mindenfélit beleértve nem is tudnám végezni. Számára ez, hogy valaki jöjj héza és minden nap meglátogassa, ez a másik dolog, és fontos. Ez nagyon jó, hogy jönnek. Megmondják azelőtt, még mikor itt most idejé, akkor megmondja, hogy hónap melyik órában jönnek, és akkor nem bér hizatot, jönnek, csinálnak, amit kell, azt csinálni. Nem kell, mi megvegyünk semmit, a fertőtlenítőszert, a kötszert, azt ők hozzák, a kenőcset szoktuk megvenni. Kenics, kötözics. Hozza a koszkut. És oldják is, megpucolják, meg takarítják a sebb körül, a sebbnél minden illedelmes, és újra kötözik. Ott vannak az asszisztensek, a mozgáskorlátozott vagy mozgásképtelen, ágyba fekvő, alapvető szükségleteit ellátni képtelen embereknél, ahol szükség van az egészségi állapot megtartására, helyreállítására, illetve javítására, és ott vannak, ahol segíteni tudnak a betegek hozzátartozóinak. Hát most december végén 830 ellátott volt ebbe a Csík régióba. Ez a szám változó, van amikor több, van amikor kevesebb, van amikor élmények vannak, hogy meggyógyulnak a betegek. Sajnos vannak fájó tapasztalatok is, hogy elmennek. Jóisten segélye meg őket, fizesse meg nekik ezt a munkahajókot, mert ez nekik nincs megfizetve, és nem is lesz soha. A gyulafehérvári Caritas 120 önkormányzattal működik szorosan együtt, 7 megye területén, Hargita, Maros, Kovászna, Brassó, Kolozs, Hunyad és Fehér megyében. Tudtuk meg a szociális ágazat igazgatójától.
Feltételezem, hogy bizonyos újításokat is kell létrehoznotok. Át kell gondolnotok dolgokat, megközelítési módokat, ahhoz, hogy kevesebb pénzből ugyanannyit, vagy talán még többet tudjatok nyújtani. Milyen terveitek vannak? Ez az elmúlt időszak szinte rávezetett arra, hogy egy nagyon élő szervezet kell legyünk, amelyik a külső behatásokat, akár ilyen megvonásokat is kezelni tud. Tehát rugalmas szervezet szeretnénk maradni, még ekkora méretűként is nagyon próbálunk vigyázni azt, hogy ne bürokratizáljuk túl azokat a dolgokat, amelyeket nem muszáj. Nagyon próbáljuk tartani azt az elvet, hogy munkatársi gárdának minden fokán mindenki magáénak érezze azokat a programokat, projekteket, amelyikben dolgozik, azok az ellátók, akiket a munkáját kifejti. Két irányba próbálkozunk, egyik a kiadásainknak a csökkentése, úgy csökkenteni, hogy közben azokat az ellátottakat, akiket eddig gondoztunk, óvtunk, védtünk, hogy továbbra is azokat a szolgáltatásokat megkapják, mint a korábbi években, illetve a másik pedig a jövedelmeinknek a növelése, más típusú jövedelmek. Itt elsősorban a helyi közösségekre gondolunk és számítunk. Azt hiszem, hogy a Caritasnak az elmúlt időben az egyik legnagyobb megvalósítása az, hogy partnereket tudott bevonni a munkájához, és nem maradt meg azon a szinten, mint az első években, amikor a külföld, Nyugat-Európa, Németország, Ausztria partnerszervezeteink, a külföldiek finanszírozták a tevékenységet, és mi csak elvégeztük ezeket a dolgokat, hanem fokozatosan próbáltunk önállóak lenni, saját lábunkra állni, bevonni a helyi önkormányzatokat, 100-nál több önkormányzat társult a munkánk mellé, bevonni a magánszemélyeket, cégeket, más civil szervezeteket, ugyanakkor állami forrásokat is mozgósítani. Tehát, és egyre kisebb szeretet jelent most már a Gyulafehérvári Caritas költségvetésében a külföldi támogatások, és próbáljuk azt, hogy kreatívak váljunk a forrásteremtésbe. Többek között most új munkatársat fogunk alkalmazni ezen a téren, illetve a meglévő kollégáknak is egy kollégák szabadidejének egy részét erre fogjuk fordítani. Az ágazati igazgatót arról is kérdeztük, mit jelent a szervezetnek egy-egy 2%-os jövedelemadó felajánlás. Tudjuk, hogy mindenkinek 1000 felé ajánlhatná fel a 2%-os adóját, de amennyiben a mi intézményünk, a mi szervezetünk felé irányítja, az nekünk egy olyan erkölcsi támaszt is biztosít, amiben azt jelzi, hogy igen, ez a munka, amit ti végeztek, ez fontos, ennek értelmét látjuk. Tehát azok a szolgáltatások, azok a Caritas programok, amelyek mellettem vannak, azokat ismerem, azok számomra is fontosak, és hiszem azt, hogy a nehézségeket ilyen erkölcsi támogatás, ilyen hátszélre lehet igazán csak venni, megküzdeni velük, és ez ad erőt, különben kilátástalan lenne szürke. Az önkéntes munka egyik alappillérét képezi a Caritas működésének. Az önkéntesek jelenléte, szolgálata meghatározó a szervezetben. Nagyon sokan vannak, akik nyitottak erre a tevékenységre, hogy hetente, naponta néhány órát bejöjjenek, és akár itt a saját intézményeinkben, akár közintézményekben, árvaházakban, kórházakban, iskolákban néhány órát olyan gyerekekkel, felnőttekkel, betegekkel töltsenek, akiknek az a jelenlét, tehát nagyon sokszor az ő segítségük az nem egy szakmai segítségnyújtás, nem egy professzionális, mint a munkatársak esetében, hanem sokkal inkább a jelenlét, az emberség az, amit ők pluszba tudnak a mi programjainkba hozni. Tehát egyre többen vannak, sokan vannak, és nagyon sok köztük a fiatal, ami számunkra a nehézséget jelent most is, de az elmúlt években is, hogy elő tudjuk teremteni, igen, mi is azt az anyagi fedezetet, ami ezeknek a programoknak a működtetéséhez, a fenntartásához hozzá tudnak járulni, hiszen egyházmegye szinten több mint 400 önkéntessel dolgozunk, akik rendszeresen
heti vagy havi rendszerességgel bent vannak az intézményeinkben, a programjainkban, és ezen kívül még nagyon sokan vannak, akik így akciószerűen alkalmilag kapcsolódnak hozzánk, és hogy minden esetben elő kell teremteni az anyagokat, az eszközöket, és még nagyon-nagyon sok mindent, ami az összefogásukhoz szükséges, és ehhez a munkához. A programvezető azt is elárulta, hogy megoldást a pályázatok jelentenek. Ezeknek köszönhetően is minden nehézség ellenére évente be tudnak indítani egy-egy új programot is. Más programokat is indítunk, vagy fogunk, projekteket fogunk megvalósítani ebben az évben. Többek közt egy norvég alapos támogatásból finanszírozott programot, ami három megyeszékhelyen megvalósuló önkéntes tevékenységeinknek a támogatását és fejlesztését jelenti. Ez a Kovászna, Hargita és Maros megyében, a megyeszékhelyeken, a kórházi programjaink, az iskolai gyerekotthoni programjainknak a felkarolását és fejlesztését jelenti, ahol ismét több száz önkéntessel dolgozunk már most is, és fogunk a jövőben is dolgozni. Azért, hogy egyrészt elsősorban az ott levőknek, a betegeknek, gyerekeknek egyre többet tudjunk segíteni, egyre inkább mellettük tudjunk lenni, és természetesen megadni az önkénteseknek azt a lehetőséget, hogy tanulhassanak, hogy találkozhassanak, csapatban legyenek, és önmaguk kapcsán is eljussanak valahová. 5. alkalommal szervezzük meg a Caritas táborunkat egy különlegesebb formába, ami arról szól, hogy elmegyünk egy közösségbe, kipályáztatjuk, és egy olyan közösséget foglalunk helyszínként el, ahol célunk, hogy segítsük és támogassuk azt a közösséget. A helyszínünk kiválasztásának egyik feltétele ez is, hogy tudják biztosítani a nagy létszámú önkéntesnek az elszállásolását, alapfeltételeket és munkát tudjanak adni. Ennyi szorgos kéznek eleinte úgy tűnik, hogy hú, annyi munkánk van, de amikor le kell ülni részletesen tárgyalni, hogy milyen jellegű munka legyen egész hét során, akkor bizony nagyon jól meg kell tervezni. 100 ember dolgozni megy tulajdonképpen, miközben együtt van, együtt pihen, lazít esetleg, és ismerkedik is egymással. Igen, a táborunk különlegessége, hogy a fiatalok eljönnek, és azzal a célral, hogy segítsenek is embertársaikon egy adott közösségen, naponta 4-5 órát közösségi munkát végezünk, fizikai munka, legyen ez festés, vagy feljavítani egy óvoda kerítését, gyerekprogramokba besegíteni, délután pedig szabad közösségi programjaink vannak, játékok, kirándulások, ismerkedés egymással, különböző témák körül, esténként mindig tematikus esték vannak, a táncháztól a különböző tábortűzön keresztül, mindenféle programon keresztül. Tehát február 20. Igen, a határidő az idei táborunk felhívására február 20, és mi március közepéig fogunk választ adni, akkora fog eldőlni, hogy melyik település meg sikerült idén megnyerni a tábor helyszínét. És a tábor időpontja egyébként? Igen, a tábor időpontja idén július 6-a és 12-e között lesz. Oh baby, we be hoping of all the stories that could have told. One day, baby, we be old. Oh baby, we be hoping of all the stories that could have told. One day, baby, we be old. Oh baby, we be old, think of all the stories that we could have told. Kedves nézőink, az elmúlt percekben igyekeztünk összefoglalni, bemutatni az önök számára is, hogy a gyulafehérvári Caritas bizakodással tekint az elkövetkező évre, és igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy továbbra is eleget tehessen vállalt feladatainak. Megköszönöm figyelmüket, várom önöket jövő vasárnap is a megszokott időben, 17:30-tól. A műsor a Hitélet Facebook oldalán bármikor visszanézhető. Viszontlátásra!